Születések fája, bükkfa csemetét ültettek az idén világra jött szombathelyi gyerekek tiszteletére. Vízválság és fenntarthatóság, Áder János tartott interaktív előadást a Kanizsai gimnáziumban. Premier, Csehov Siráját mutatják be a Vörös Sándor Színházban most pénteken. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. A gyermekek világnapja alkalmából idén is elültették a születések fáját a Csónakázótó szigeten. Az önkormányzat 2017-ben határozta el, hogy az identitást erősítő program részeként minden évben telepít egy facsemetét az adott esztendőben született gyerekek tiszteletére. A 2022-ben világra jött babákkal egy bükkfacsemete cseperedik együtt. Idén már ötödik alkalommal gyűltek össze a családok a Csónakázótó szigeten a születések fája ültetésének alkalmából kedden. Sokan jöttek el most is, a legkisebbek ölben vagy babakocsiban érkeztek, volt, aki élénken figyelt, mások békésen végigszundították az ünnepséget, ahogy a kis Léna is. A családunkkal érkeztünk ide a Csótóra. Hát a pici 3 hónapos, így született Szombathelyen, és ugye ott mondták nekünk ezt a lehetőséget, hogy lesz ez a faültetés, és igazából ellátogattunk megnézni. Fontos számunkra, hogy majd, hogyha felnőtt lesz a kislányunk, akkor legyen róla egy emlék igazából, hogy ő így született Szombathelyen, és hogy mindig ide örömmel tudjon kijönni. A 4 hónapos Ágotát is elhozták a szülei. Májusban született, egyik kedvenc helyük a Csónakázótó, gyakran sétálnak itt. A védőnőtől kaptuk a meghívót, hogy az idén született, vagyis 2022-ben született kisbabák emlékére ültetnek egy-egy fát itt a Csónakázótónak a szigetén. Nagyon szeretünk itt sétálni, és ezért is gondoltuk, hogy ide kijövünk, mert akkor majd később is láthatjuk, ahogy cseperedik ez a fa. Szeptember 20-a a gyermekek világnapja. Ez alkalomból már 5 éve fát ültetnek az adott esztendőben született kisbabák tiszteletére. Így üdvözli őket a szombathelyi önkormányzat. A facsemetének a gyökere adja az erőt, a gyerekeknek pedig a szüleiktől kapott szeretet és biztonság, mondta személyes hangú köszöntőjében Nemény András. Egy városban pont ugyanaz a fontos, mint ami egy családban. A legfontosabbak természetesen a gyerekek. És most, amikor itt látom a gyerekeket, akkor igazán boldog vagyok a gyerekek napján, a gyerekek világnapján, mert hogy Szombathelynek van jövője. Ahol gyerekek vannak, ott mindig van jövő. A Pipitér óvoda kis ovisai adtak műsort a faültetés előtt édes szőlő őszköszöntő címmel. Énekeltek, mondókáztak, körjátékokat játszottak. Majd földbe került a fácska, ezúttal egy bükkfacsemete. Együtt növekszik, gyarapszik majd a gyerekekkel itt a szigeten. A polgármester mindenkit arra biztatott, jöjjön el és kísérje figyelemmel, ahogy terebélyesedik, kilombosodik. A fa mellé QR-kóddal ellátott tábla került a gyerekek névsorával. Vízválságról, klímaváltozásról, fenntarthatóságról beszélt Áder János a Kanizsai Dorottya gimnázium diákjainak ma délelőtt. A volt köztársasági elnöknek szívügye a környezetvédelem, évek óta jár középiskolákba, egyetemekre, hogy formálja a fiatalok szemléletét. Előadásában drámai helyzetképet festett, ugyanakkor ötleteket is adott, hogyan lehet zöldebb, jobb jövőnk. Már az 50. előadásán is túl van Áder János. A volt köztársasági elnök rendszeresen beszél fiataloknak környezetünk problémáiról és a megoldási lehetőségekről. Többszöri halasztás után szerdán a Kanizsai Dorottya gimnázium 11. évfolyamosainak tartott előadást a vízválságtól a fenntartható fejlődésig, hol tartunk, mit tehetünk címmel. Nincs víz, az esetek többségében nincsen semmiféle szanitáció. Botrányos és borzalmas körülmények között élnek ott emberek. Áder János beszélt a népesség növekedés okozta problémákról. 2050-re 10 milliárdan leszünk, és minden második ember vízhiányos régióban él majd. A víz 3 drámája, hogy sok, kevés és szennyezett. Magyarországon is egyszerre kell felkészülni aszályra és rekordárvizekre. Sokkoló fotót láthattak a diákok a tiszalöki vízlépcsőről, ahol az Ukrajnából és Romániából érkező műanyag hulladéktenger rendszeresen fennakad, és sok milliós költség azt eltávolítani. Nézzük az első kérdést.
Az interaktív előadáson a diákok okostelefonjukon keresztül kérdésekre válaszolhattak, például hány liter víz kell egy farmer nadrág legyártásához, vagy hogy a föld vízkészletéből mennyi a könnyen hozzáférhető édesvíz. Ebből a 6 literből, ha kiveszem az édesvizet, akkor az csak ennyi. Ez a pohár félig van víze, ugye? A kulcs szó az alkalmazkodás, erre lesz szükség a jövőben. Olyan ötletekről, innovációkról is szó esett, amelyek javíthatják környezetünk állapotát, mint a mesterséges körülmények között történő zöldségtermesztés, a növényalapú szennyvíztisztítás, vagy a konténeres sótalanító rendszerek, amelyek tengervízből állítanak elő ivóvizet. Könnyen telepíthető, mondjuk egy 10-es, 5-es település napi fogyasztását, ez 4-5 literes napi fogyasztás feltételezve, lakosság ellátását tudják biztosítani ennek végül. Hát ott, ahol semmi nincs, ez is sokat számít. Több jövőbe mutató fejlesztés magyar mérnökök nevéhez köthető, mint például az elektromos meghajtású kukásautó, a baktériumkoktél, ami 6 hét alatt lebontja a műanyagot, a nanotechnológiás megoldás, amivel mindössze 0,5 liter víz kell egy autó lemosásához, vagy az ételmaradék komposztáló házi robot. Áder János arra is felhívta a figyelmet, hogy mi magunk is sokat tehetünk a környezetünkért, például azzal, hogy visszaszorítjuk a felesleges fogyasztást, nem szemetelünk, leadjuk a használt sütőolajat, szelektíven gyűjtjük a hullat és takarékoskodunk az energiával. Csehov Sirály című darabját állítja színpadra Vidder Kristóf rendező a Vörös Sándor Színházban. A klasszikus lélektani dráma premierjét pénteken tartják. Szerelmek, művészet, tehetség, kiteljesedés, fellángolás és kisülés, ezzel van tele Csehov Sirálya. Szerintem a legtöbb színház rutinus, kiszámítható. Lehogy a függöny, és akkor egy háromfalú szobában, esti világításban ezek a nagy tehetségek azt utánozzák, hogy hogyan esznek, isznak, szeretnek, járnak, és hordanak zakót az emberek! Közhelyes mondatokból próbálnak mondani valót csinálni. Na persze csak egy kicsi, könnyen fogyasztható mondani valót. Mindig ugyanazt szolgálják fel. Mindig ugyanazt! Állj inge! De színház nélkül nincs élet. Új formák kellenek! A történet egy kertben a tó mellett kezdődik, egy színi előadáshoz készülődnek, a darabot Trepjov írta. Egyetlen szereplője Nyina, aki Trepjov szerelme. A lány minden álma, hogy híres színésznő legyen, csak úgy, mint kedvese édesanyja, Arkadina. Édesapja viszont tiltja a színházművészettől. Kusza szerelmi viszonyok szövődnek, Mása az intéző lánya Trepjov után epekedik, Medvegyenkő a tanító Mását szereti, Mása anyja Dorn doktor figyelmére vágyik. Meghalt a szerelmed. De nem tudom visszahozni. Trepjov anyja az előadásra elhozza párját, Trigorint, a híres írót is. Trigorin szerepében Antal D. Csabát láthatja a közönség. Boris Alekszévics Trigorin egy nagyon híres író, a darab szerint. A darabban kiderül, hogy különböző dolgok derülnek ki róla, maradjunk ennyiben, de egy nagyon izgalmas szereplő vagy figura számomra, hiszen valahol egy olyas valamit fogalmaz meg az ő lénye, az ő létezése ebben a darabban, ami nagyon fontos a művészettel kapcsolatosan. A siker sokszor teherré válik. A darabban többek között ezt a témát is kibontják. A Sirályt 1896-ban mutatták be először, és mondani valója a mai napig megállja a helyét. Egy kicsit mindenki magára ismerhet benne. Mi megpróbáltunk úgy nekiállni ennek, hogy nem Csehovot csinálunk, a szónak abban az értelmében, hogy nem utazunk vissza most 120 évet az időben, és hozzuk azt a kort, hanem megpróbáljuk ezeket a gondolatokat, konfliktusokat, problémákat, amikről szól a Sirály, nem úgy helyezni mába, hogy az a fontos benne, hogy ma játszódik, hanem inkább kortalanná tenni, és ezeket az általános gondolatokat behozni, előtérbe helyezni. A rendező számára is fontos volt, hogy a darabban nyisson a nézők felé, és megszólítsa őket. A Sirályt pénteken mutatják be a Vörös Sándor Színházban. Körte, szőlő, gesztenye és virág is kapcsolódik Szent Márton alakjához. Erről szólt a Szent Márton út Egyesület keddi programja a Szili János Látogatóközpontban. Balogh Lajos botanikus és Illés Péter néprajzkutató pódiumbeszélgetésen tárta a résztvevők elé a Szent Márton gyümölcseiről szóló tényeket és legendákat.
Bőven terem a Szent Márton körtefe a püspöki palota kertjében. 6 éve ültették, most is sorban csüngnek rajta a zöld gyümölcsök, nem sokára megérnek. A legenda szerint Márton Szaváriából túrba utazásakor ennek a fajtának, a Kármán körtének az oltványát vitte magával, mint legkedvesebb gyümölcsét, hogy ott is meghonosítsa. Szent Mártonhoz többféle hagyomány kötődik, köztük a körte is, meg a rétes, meg a liba, és azért jöttem el ma, hogy jobban megismerjem, hogy a körtével tulajdonképpen milyen kapcsolata is volt Szent Mártonnak. Nem a körte az egyetlen növény, ami Szent Márton alakjához kapcsolódik. A kecskecsöcsű szőlőt például Szent Márton szőlőnek nevezik, a Vasis Kanzenben nemrég ültettek is ilyet. A szelíd gesztenye pedig Portugáliában az őszi Szent Márton ünnepek elmaradhatatlan csemegéje, de még virág is van, amit Szent Mártonnak tulajdonítanak, egy messzeföldről származó liliomféle. Egy dél-amerikai őshonosságú virág, amely Chile, Peru, Argentina területén él, és az ottani nép, keresztény lakosság Szent Márton virágának nevezik, az Astromeria lictu nevű fajt. Ezt a itteni hazánkban vadon nem nő, de a virágboltokban találkozhatunk vele, mint az egyik legmutatósabb és vázaállóbb díszvirág. A résztvevőket Székely János megyés püspök köszöntötte a szemerkélő esőben. Az evangéliumból élet fakad. Ez a körtefa egy kicsit ezt is jelképezi. Szent Márton életéből és a szentjeink életéből gyümölcsök fakadnak. Ez volt a júniusban elindított találkozások a Szent Márton úton programsorozat 3. rendezvénye, ami egy egészen új nézőpontból mutatta be a szent kultuszát. Ilyen szempontból még nem tekintettük át a Szent Márton tiszteletét. Ez egy teljes, ebből szempontból új szempont, de nagyon sok hagyomány kapcsolódik Mártonhoz és a gyümölcsökhöz. Itt most, mivel meg kell hangsúlyoznom kell, tehát itt a természetes gyümölcsökről van szó, és nem a lelki gyümölcsökről, vagy szellemi gyümölcsökről. A rendezvényen stílusosan körtelevet is lehetett kóstolni. A Szent Mártonnal kapcsolatos rendezvények folytatódnak. Cél, hogy minél többen megismerjék a szent életét, kultuszát. Hét év után rendeztek ismét kiemelt teniszversenyt a szeniorkorú sportolók számára Szombathelyen. Az ord időjárás dacára kiváló hangulatban telt a kétnapos rendezvény, amelyen a 30-as korosztálytól kezdve sokan ütőt ragadtak. Hosszú idő után ismét kiemelt teniszversenyt rendeztek Szombathelyen a legidősebb korosztály számára. A Sportliget 6 salakos pályáján két napon keresztül pattogott a labda. A Senior Tenisz Szövetség és a Haladás VS szakosztályának összefogásával megvalósuló bajnokságra nem csak a térségből, hanem az ország különböző pontjairól is csábította a versenyzőket a Vasi megyeszékhelyre. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Senior Tenisz Szövetség az idei versenynaptárába helyt biztosította a versenyünknek, hiszen így folytathatjuk Szabó Éva által elindított senior versenysorozatot. Ugye 2015 óta nem volt már senior verseny itt Szombathelyen, ezért vagyunk nagyon boldogok, hogy újra ezt a korosztályt is vendégül láthatjuk. A családias hangulatú sportrendezvényen ezúttal nem csak a pályának adtak ismerős arcok. Tiszteletét tette a bajnokságon Szabó Éva, aki a Zöld-Fehér Egyesület kötelékében sok szép sikert ért meg a teniszpályákon. A haladás legendája szerint, aki egyszer teniszütőt fog, egy életen keresztül a sportág szerelmese lesz. Egyrészt, aki régen is teniszezett, az soha nem akarja abba hagyni. Amíg a lába viszi, addig az ütni fogja a labdát, hála jó Istennek. És nekem ez egy nagy fájdalom, mert én is, amikor abba hagytam az aktív versenyzést, mentem az országba bárhova, sőt külföldre is mentem. Az országba azért mentem szívesen, mert jó barátaim voltak, óriási zsugapartik voltak, ulti, néha egy kis sörözéssel összekötve, tehát a veterán verseny az mindig jó. A versenykiírás szerint 30-tól 90 éves korosztályig nevezhettek a résztvevők, és különlegességgel is szolgáltak a szervezők. A szombathelyi erőpróbára pénteken telepítették a világon mindenhol használt STS, Smart Tennis Scoring eredményjelző és szerva sebességmérő rendszert, amely tovább emelte a szenior bajnokság színvonalát. A hétvégén sem maradnak a sportbarátok tenisz nélkül, hiszen a Haladás VSS szakosztálya családi nappal köszönti az őszi szezont.
A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!